Ismét egy átadásos helyszínen vagyunk. Valójában a képviselő társaimmal a ciklus indulásakor elhatároztunk egy programot, melyet azt mondom, hogy hellyel közel megvalósítottunk. Az elmúlt egy hét valójában a sport létesítmények felújításáról szólt. Most a sportcentrumban vagyunk, ahol több ütemben történtek a 4 év alatt felújítási munkálatok. Első ütem az volt, mikor az épületet becsomagoltuk, nyillázárókat cserítünk, fűtéskorszerűsítettünk. A második ütem az volt, amikor a tetőszigetelést plusz hőszigeteléssel felújítottuk. A harmadik ütem az pedig folyamatában történt a téli és a nyári szünet alatt, start és közcélú foglalkoztatás keretében, anyagbiztosítás mellett. Valójában itt a küzdő és nézőtéren szakipari munkák végzésére került sor. Azt hiszem, hogy látható, hogy megújultak az acélszerkezetek, megújultak a falak, megújultak a nyílászárók, egy picit a kék-fehér színhez igazodó árnyalatot is kaptak néhány helyen. Úgy gondolom, hogy azáltal, hogy legkedvesebb csapatunk, a férfi kézilabda csapat följutott az NB1-ben, és egyre nagyobb települések, egyre erősebb csapatait fogadjuk a sportcsarnokban. Hozzá kellett nyúlnunk a lassan 30 éves épületnek a belső szakipari dolgához, hogy méltó körülményeket biztosítsunk a játékosainknak, méltó körülményeket biztosítsunk az ide jövő vendégszurkolóknak és a vendégjátékosoknak. És nem szeretnénk a nyáron megállni még, hisz a holnapi nap folyamán adjuk át a munkaterületet az öltözők felújítására, és szeretnénk a nagy bajnoki rajtig odáig eljutni, hogy az öltözők is 21. századi körülményeket biztosítsanak az ide jövőknek, sportolni vágyóknak. Én szeretném megköszönni képviselő társaimnak a segítségét ebben a munkában. Szeretném megköszönni a sportközpont vezetőségének, dolgozóinak azt az áldozatos segítségét, amit adtak. A vagyonkezelő Komlói Fűtőerőmű ZRT támogatását, és mindenkinek, aki segítette a munkánkat. Köszönjük szépen, használják egészséggel, nagyon sok sikeres élményt kívánok mindannyiunknak ebben a felújított létesítményben. Én azt gondolom, hogy egy képviselőnek az a legnagyobb öröm, a szavakon túl, mert ugye okos gondolatokat meg lehet fogalmazni, mikor az ember keze munkájának a gyümölcsét készen látja. Most erre nagyon jó példa, ugye múltkor a játszótéren voltunk, a nagy kis szeletét mutattuk be, erre most nagyon jó példa a sportcsarnoknak a felújítása. Nagyon sok tanítványom jár ide, tehát ez a tömegsportnak ugyanúgy színhelye, mint az élsportnak. Én azt gondolom, hogy fontos elmondani azt, hogy nagyon sokan szokták föltenni azt a kérdést, hogy mi értelme van felújítani, nincs semmi értelme, az ember olyanra szórja a pénzt, amire szükségtelen dolog. Én pedig azt gondolom, hogy az ember életének minőségi meghatározója, hogy milyen környezet veszi körül. Ha az a környezet rendetlen, ha az a környezet koszos, ha az környezetnek nincs gazdája, az lehúzza az embert mentálisan is, rossz kedvűen kell, nem érzi jó magát. Igenis, egy csodálatos környezet, az dopingolólag tudhatni az emberre, és el kell mondanom, hogy az is az igazsághoz tartozik, hogy minden egyes négyzetméter, tehát amit itt is felújítottak, azzal is munkát teremtettek. Úgyhogy én nagyon-nagyon örülök neki, ez egy újabb sikerünk itt a belvárosban, és remélem, hogy folytatódni fog ezután is.